Sziasztok! Épp itt tolom a karácsonyi főzést, és beugrott, hogy azért mutatok megint egy kis hát, spórolási, vagy nem tudom milyen trükköt, ugyanis lesz nálunk rántott karaj, és ilyen láncos sertéskarajt vettem, aminek 2250 forint kilója, és lesz sült oldalas is, ami viszont 2700 forint, tehát jelentősen drágább, mint a karaj, ami vicc, mert ugye ebben még csont is, mondjuk én kiszoktam válogatni az ilyet, amiben csak a végén van szinte már egy kis porc, és akkor ugye sokkal gazdaságosabb. De ami a lényeg, hogy ugye a láncos karaj az attól láncos karaj, hogy rajta hagyják ezt a szinte ilyen császár, nem, hát nem császárszalonna, nem ez, mint a tarja, olyasmi hús, meg itt a szélén van. Én ezt most már leszedtem, csak most jutott eszembe, hogy megmutatom, hogy ugye ez így egybe volt, és akkor szépen így a késsel, itt volt egy hártya, vagy van egy hártya, itt szépen így a késsel így, de lefejtettem meg, most már levagdostam róla még így, ezért lett ennyi, ez megy a leveshúsba, a mélyhűtőbe, és ugye ezt a karajt fogom kirántani. Ez viszont, ugye a karajt én azért nem nagyon szeretem egybesütni, meg kiszárad, mert ilyen száras hús lesz, de ez a lánc rész, ez viszont tényleg olyan, mintha tarja lenne, zsírral át van itatva, itt is van rajta zsír, minden, úgyhogy ezzel semmit nem fogok csinálni, a sült oldalas mellé fogom, még ha akarom, akkor itt egy picit így meg lehetne így nyitni, hogy jobban belemenjen a fűszer, így, ennyi, ezt így kinyitom, le fogom szórni magyaros fűszersóval, és utána fogom és szépen föltekerem, és íme ezt így beleteszem így a oldalas mellé a sütőbe, és ez gyönyörű szépen, így hogyha akarja az ember még hurokkötözéssel meg lehetne kötözni, de ez nem fog szétnyílni, és lesz egy ilyen szeletelhető kis egyben sült kis karajom is, ami viszont annyi zsiradék van benne, hogy nem fog kiszáradni, és akkor ezt is, mert mi rántott húsnak nem szívesen ennénk meg, így megesszük a szép tiszta húst rántott húsnak, ezt meg megesszük ilyen egyben sült karajnak, és ennyi. Úgyhogy ha láncos karajt kaptok mondjuk jó áron, akkor addig kell keresni, amíg találtok egy olyat, amin így végigér ez az egész, így lefejtitek, és azt meg utána meg lehet így sütni egyben. Na, csak ennyit akartam mutatni. Továbbra is mindenkinek jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!